30 évvel ezelőtt rendezték meg először Szekszárdon a pszichológiai kultúra hetét. Idén az egyhetes rendezvény sorozat összekapcsolódik a mentálhigiénés műhely 30 éves születésnapjával. A programok hétfőn egy kiállítás megnyitóval vették kezdetüket. 30 évvel ezelőtt az éppen csak megalakult műhely ezzel a rendezvénnyel nyitott először az emberek felé, mondta Pócs Margit elnök. Az alap küldetésünknek és a célkitűzésünknek megfelelően nyilván vannak alappillérek, vannak alapértékek, amelyeket folyamatosan őrzünk és fejlesztünk, de ez azt is jelenti a másik oldalt, hogy miután a lakosság, az embertársaink kiszolgálása, a lelki és a szellemi, mentális egészségének a megőrzése, megtartása, ápolása az egyik célunk a közösségi lélekvédelem mellett. Ezért ez azt is jelenti, hogy a folyamatosan érkező igényekre, az állandóan változó környezetünkre reagálva mindig újabb és újabb szolgálatokkal nyitunk a lakosság felé. A programsorozatot az idén 30 éves műhely szervezi a megyei kórház pszichiátriai osztályával. Idén a Mentálhigiénés Világnapon az Egészségügyi Világszervezet a fiatalok mentális problémáira és azok korai kezelésére hívja fel a figyelmet. Elgondolkodtató az a tény, hogy a 15-29 évesek haláluki statisztikájában a második helyen van a szuicidium, azaz az öngyilkosság. Ennek a hátterében pedig leggyakrabban egy mentális betegség, a depresszió húzódik meg. Tehát azt gondolom, hogy nem lehet elég korán kezdeni a mentálhigiénére nevelést. Pénteken adja át a mentálhigiénés műhely a jelképes önkéntes stafétát a Bukovinai Székelyek Szekszárdi Egyesületének, a Polip Ifjúsági Egyesületnek és a Tolna Megyei Ilko Egyesületnek, melyek szintén önkéntes alapon működnek.